Szevasztok srácok, szevasztok Zsozé vagyok, gyerekei. Hát itt is mondhatnék, basszátok meg. Innumine Patris, Hónaj Szaglászius, gyerekeim, csap ki! Vallásos stream, gyerekek! Kár tagadni, elkezdődött a Kentaur hormonkezelés. Jövő héten már Kentaurként. Ugyanis én Kentaurnak születtem. Ha valaki buzinak, izé, vegyes tüzelésűnek, én Kentaurnak, geci. Úgy nézek ki, geci, mint valami 90-es évekbeli popstar. Hello! Vigyázzál, mert szerte látok, geci. Csap ki az ordító baszadékot. Ugyanaz, ugyanaz. Már rég ott kínálom a porondon. Úgy érzem magam, mint egy transvestita, bazeg. Csap ki! Feltöröksz, mint a villanyóra, basszol, hallod? Ha mindjárt szájon vágok valakit, gyere ide! Hátba vágom, bazeg, egy monitorra. Olyan zene! Vágjad neki! Menjél ki a konyhába, harapd el a libatorkát, ha vagány vagy! Irigyek utcája! Tázisba vagyok. Mindjárt leveszem a szemüveget. Nem bírsz magaddal, te állat, halon! Szétszedlek, itt hülye gyerek a dápoi. Találtam egy mókust az erkér, azt főúztam a fejemre, gyerekek. Akupunktúrás heremasszírozás következik távolból. Csiribú csiribáz asztalba, feküdj fel az asztalra. Én vagyok az olimpuszi fényjáró. Ezrélnek a dárdáját kitakarom. Ezrél, olyan fokhagyma segged van. Te ála. Na most a jó gyerekek, veríjatok pár, basszátok meg. Ez nem egy izé langyos stream. Itt rázik el a bulada. Küldjed neki. De az Béres József. Te gúnárnyakú. És Roland, Holland, Möti Holland. Szeasz Holland, Dávid, Tadik. Így jó, csak ki, ha menő vagy. Ha ott kicsapnám, innen verdék ki a szemedet. Hát mi lenne veled, vakon baszod? Hogy dekkezni a buszmegállóba ezen túl? He? Hát szégyed már el a pofádat. Csap ki! Bevillan az őt háttér. Ki a gecit se érdekel, ülj bele hátadra! Az őt háttér a lányoknak való, gyerekek! Hát pofám leszakad. Pofám már tele van ilyen szőrökkel. Mi a gec? Menj már anyádba. Ó! Oh, ki ez a szekté? Gyerekek, rossz helyre öntöttük a szőrnövekedés serkentő, meg a hátamat is. Geci, mert olyan szőr van a hátamon, gyerekek, itt a Yetinek, baszom. Egyszer eltűnt egy újszülött a hátszőrzetembe. 24 órán kereső csapatokat indítottak. Ne tudd meg, milyen érzés volt. Mi a fodrászom? Hallod? A fükasza elszabadul néha és akkor. Elbújunk itt a tóver mögé, lágyan! Megkívánták a testünket titokba már század, az új hajam csillog! Olyan, mint az álom! Az enemy Ezreal-t egyszer nyakon vágom. A banán röpül, Veigar is ráharap. Itt van az a buzis rózsaszín kalap. Azt a micsoda szép! Jasunkó, de vagány vagy, hogy szaregye ki a nyakadat. Jatok, Zsidi vagyok. Rólam tíz tény. Zsidi a nevem, így neveztek-e. És láttam ilyen videót amúgy. Szeretek fikázni. Hónaj száj! Megütlek majd egyszer. Elhányod magad. És a padlón. Koppan majd a köcsög agyad. És akkor majd. Szájba vágod. És mint egy szaros. Na, ez nagyon csúnya lett volna.
tény rólam. Sziasztok, José vagyok. Szeretem a Belbimbo udvar csendéleteket. Nylon zoknit nagyon szeretem, ahogy rárohad a lábam, és olyan szaga van, mint egy vízi hull, amikor meglátom. És ez volt a negyedik, ugye? Az ötödik az, hogy szeretem azt, hogy nem tudják, hogy kinek a lába ilyen geci büdös. Azt szeretem, és akkor megy a nyomozgatás, és én meg súnyiban csak ülök és kacarászok. Hű, gyerekek! A kínai nylon zokni a kedvencem. Ez mondjuk a tipikus transvestit az öve geci. Ott szoktak idén. Nézzem magam én is, geci, hát el vagyok szörnyedve. A szájba vágtak volna egy serpenyővel. Mi ez a frizura? Átlátszó az ing. Mert ez nanotechnológiával készült. Egy ázsiai kisgyerek nanotechnológiázta össze. 30 forinté óránként. Mire? Hogy nézek ki, geci? Isten borogat! Leszek-e az őszi konon? Azt se tudom, mi az a kon, gyerekek. Az olyan, mint a sajtos lángos, vagy mi? Hol lehet azt kapni? Hú, gyerekek, mi volt az a banán dimics? Hát anyádat ugord meg! Gyere! Hú, de szigorúan néztem, láttad? Itt egy matek tanár, geci. ZH előtt. Sziasztok! Én Gizella vagyok, a kerületi köcsög. És most pedig make-up videó következik. Egy kis használt fáradt olaj, és egy kis desznyózi segítségével kifényesítjük, kipolírozzuk a talpunkat. Rinocérosz bőrlő. Az ornyergemre sajnos. Anya, én most vagyok az, aki valójában... Igen, ez a sekszőrsapka. Tényleg az oly sokszor ígért sekszőrsapkát megvalósítottuk, gyerekek. Hogy muzsikál a szekér, gyerekek? Hát... Palvin Zsoté, meg Zsizinátor Campbell, meg Zsidi Crawford. Yamaha! Yamaha! Szép vagy, mint egy nyíltörés. Tapsoljuk meg végre a saját dumáját. Ja nem hozta a saját dumáját. Nem, most már mindegy. Juszi! Mi a fasz? Nézzem! Mekkorák voltak a szemeim, geci? Mi van ezzel a kamerával? Figyeld már, sátáni szemem. Erdögőbe! Hallod, úgy megráglak! Melye, teljes! Geci, mit a lapos tányér, vágod? Hello! Hát meg nem válaszol. Olyan, mint az azt, hogy amikor durcás. Nem válaszol. Nem, az IP ott van, akinek megvan a rász, takarodjon föl most azonnal a szervereme, hátba rúgom. Azonnali hatállyal. Azt üsse szét a sok köcsögöt. Hatalmas pacsi egyébként anyának, ugyanis ő a muzikalista szakemberünk, ő gyűjti a zenéket. Köszi, anya! Kézzel, mint eddig. Ja, hogy ki? Azt hittem, te nézel jobban, mint eddig. Mert mondom, hogy lehet nézni, innen, meg innen, vagy mi a fasz? Rohan egy nap a YouTube-ozásnál, reméljük igazad lesz. Fasz, tudja, mi lesz, gyerekek, lehet, hogy leamputálják a bal szempillámat, azt akkor mi lesz? He? Kiúlik a szemöldököm. Hát a szemöldök az arc melbimbója, baszol. Anélkül nem lehet videózni. Meg kurj már föl, hallod? Zöld a fogam. Hát igen, mert mohát ettem, geci. Az új ítél. Fogyókúra. Moha egy kis fikával, reszett fikával. Srácok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A rengeteg nézőt, donétet, lájkot és mindent, hatalmas pacsi mindannyiótoknak. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, mikor is újra törgetünk. Fasz tudja, mikor lesz. Nem felejtettem el egyébként a 100 000 feliratkozó megünneplése céljából. Több mint 100 000 forintnyi játékot fogunk kiosztani köztetek. Úgyhogy
lesz olyan stream, csak a meló meg kicsit el vagyok maradva, behozom, stb. És azonnal csörgetjük a szajrét. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, szevasztok srácok, pacsi nektek!